Szevasztok, Bognár Marci vagyok, és a mai részben mutatok nektek 3 plusz 1 vágási tippet, amit ha alkalmaztok, akkor azonnal jobb videókat fogtok majd készíteni. Ez a videó most kicsit rendhagyó lesz, mert itt kint az utcán fogok magyarázni a stúdió helyett, mert gondoltam, mutatok egy-két példát, amit vlogolásnál is tudtok majd alkalmazni, illetve itt volt már az ide, hogy ezt is kipróbáljam. Az első tipp, hogy kövessük a kamera mozgását. Ami azt jelenti, hogy ha az egyik felvételünkön balról jobbra fordul például a kamera, akkor a következő felvétel is olyan legyen, ahol ugyanez a mozgás történik. Ez azért jó, mert sima lesz a vágásunk, illetve egy olyan hatást is elérünk, hogy a történetünk gördülékenyen folyamatosan halad előre. Vlogolásnál a legegyszerűbb példa az, hogy elkezdünk körbe forogni a kamerával, és amikor a legnagyobb a sebesség, valahol ott átvágjuk. Vagy csak fogjuk és egyszerűen lebiccentjük a kamerát, és már is egy másik helyszínen vagyunk. Fú, basszus, kezd nagyon hideg lenni. A második tipp, hogy hasonló mozdulatokat, hasonló kompozíciókat, vagy ok-okozati összefüggéseket keressetek, és ezeket vágjátok egymás után. Ezt mecskátnak hívjuk. Párosíthatjuk például a lépéseinket, ahogy különböző helyszíneken sétálunk. Fölvesszük a lábunkat eltérő helyszíneken, majd ezeket szinkronizáljuk, és a lépések közt átvágunk. És már oda is teleportáltunk a következő helyszínünkre. De ezen kívül kevésbé exakt dolgokat is párosíthatunk, például eldobunk egy tárgyat, és a következő jelenetben már egy másik tárgy fog leesni, akár egy másik helyszínen. De az egyik kedvenc technikám az, amikor olyan egymástól független dolgokat párosítunk, amiken a mozgás viszont megegyezik, és ezeknek a kombinációja a végén egy tök érdekes kis montást tud kiadni. Érdemes ezeken általánosságban elgondolkodni, nem csak egy konkrét videó kapcsán, hogy mit mivel lehet összepárosítani. Például egy függöny libbenését egy hajzóatag libbenésével, vagy egy könyv becsukását egy szem lehunyásával, vagy esetleg egy gitárpengetését egy ráncfűrész berántásával. Bármit össze lehet párosítani, végtelen kombináció van. Az elején lehet, hogy egy kicsit nehezen fog ráállni az agyatok, de előbb-utóbb viszonylag könnyen fogtok ilyen összefüggéseket találni. A harmadik tipp, hogy hangeffektek használatával készítsük fel a nézőt a vágásra. És itt nem a zene ütemére gondolok, ami sokszor segíthet, de egy idő után nagyon monotonná tud válni. Amiről én beszélni szeretnék az, hogy a következő snitnek a domináns hangjait már előbb elkezdjük hallani, mint hogy a képi vágás megtörténne. És így már felkészítjük a néző agyát, hogy vágás fog történni, és amikor valójában megtörténik, akkor már nem lesz feltűnő. Ezt a technikát J-Cut-nak vagy J-vágásnak hívjuk, mert ha a vágó szoftverben megnézzük, akkor a második snitnek a hangsávja belóg az első alá, és egy J betűt rajzol ki. Ennek a párja az L-Cut, amikor megtörténik a vágás, de még mindig halljuk az előző snitnek a hangját. Amellett, hogy ez finomítja a vágást, egy olyan érzést tudunk közvetíteni, hogy az előző snitben történtek még most is hatással vannak a karakterünkre, vagy éppenséggel ránk. Erre lehet egy példa, hogy én most itt vagyok a parkban, ahol viszonylag csend van, de közben mégis elkezdjük egy villamos hangját hallani, ami egyre hangosodik. Így, amikor átvágok erre a képre, már nem is lesz olyan drasztikus a vágás. Ilyen lett volna, hogyha nem használtunk volna J-Cut-ot. De közben mégis elkezdjük egy villamos hangját hallani, ami egyre hangosodik. Így, amikor átvágok erre a képre, szar. Viszont most már elindulok haza, mert kristályosra fagyott minden végtagom. Szóval, nem csak a snitben szereplő valós hangokat, de különböző hangeffekteket is használtunk L-Cut-hoz. Vusokat, risereket, morajlásokat, vagy például egy reverse hit effekttel így tudjuk vágás előtt fokozni a feszültséget. Közben pont megérkezett a futár, és meghozta az új mikrofonomat. Szóval a következő részben már még magasabb minőségben élvezhetitek a sejmes hangomat. Na, el is érkeztünk a bónusz tipphez, hogy tudatosan irányítsuk a néző tekintetét. Most gondolhatjátok, hogy miről beszél ez a sávó, hát nyilván a képernyőre. Persze, de azon belül sem mindegy, hogy pontosan hova fókuszál a szem. Mert ha én most felmutatok a sarokba, hogy nézzétek, milyen pöpec lámpám van ott, de a következő vágóképen a másik sarokba van komponálva a lámpa, akkor ugrik egyet a vágás. Sokkal kellemesebb érzést kapunk, hogyha a felvétel fókuszpontja az nagyjából ott van, ahol az azt megelőző snitté volt.
Ha meg sok snittet szeretnénk gyorsan egymás után vágni, akkor gyakorlatilag elengedhetetlen, hogy erre figyeljünk, különben a végén a sok ugrálástól ki fog esni a szemünk a helyéről. Tehát, ha finomítani szeretnénk a vágáson, akkor mindig gondoljuk át, hogy az aktuális snitten hol van a fókuszpont. És ennek tudatában döntsünk arról, hogy milyen felvételt fogunk majd ezután vágni. Természetesen ehhez nem kell mindig ragaszkodni. Van, hogy pontosan egy nagy változást szeretnénk érzékeltetni. Vagy párbeszédek esetén általában a kép különböző oldalára komponáljuk a szereplőket, hogy úgy érezzük, mintha ott lennénk a helyszínen és a beszélők között ide-oda néznénk. Nagyjából ennyit akartam elmondani. Ha felmerült bennetek bármi kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor írjátok meg kommentben. Ha tetszett ez a videó vagy hasznosak találtátok, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. Találkozunk a következő videóban.